Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Nagy Zsolt vagyok, 46 éves, tőzsgyökeres, lokálpatrióta, orosházi lakos. A Mi Hazánk Mozgalom orosházi szervezetének alapító elnöke, és egyben polgármester jelöltje. Autófelszerelés értékesítéssel foglalkozom családi vállalkozásunkban, 2 fiúgyermek édesapja vagyok. A sport elkötelezettjeként magam is rendszeresen sportolok. Jó kapcsolatteremtő és kommunikatív személyiségemnél fogva könnyen megtalálom a közös hangot bárkivel. Céltudatos vagyok, tetrekész, lendületes, ezt jelölt társaimról is elmondhatom. Munkám során rendszeresen találkozok válság, krízis helyzetekkel, kihívásokkal, melyre mindig megoldást találok. Erre a település irányításba is szükség lehet. Egy polgármester legyen vállalkozó szemléletű, és egyben szívós érdekérvényesítő. Vallom, hogy a való életből nyert tapasztalatok becsatornázására égető szükség van mind az országos, mind a helyi politikában. Mottóm, mindig a jó ügy mellé állni, az alázatos munkában hiszek. A Mi Hazánk Mozgalom szerves része a Magyarország gyűlésnek. Ezért is gondoljuk úgy, hogy helyünk van az orosházi politikában is. Harmadik utat mutatunk a választópolgároknak. Elég volt a botránypolitizálásból. Célunk egy olyan modern városvezetés létrehozása, megteremtése, mely mindenben megfelel a 21. század kihívásainak, elvárásainak, tisztán, átláthatóan, transzparensen működik. Kooperál a tagszervezetekkel, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ápolja a kapcsolatait ezen szövetségekkel, társszervezetekkel, helyi intézményekkel, illetve a helyi, a térségi és az országos politikai élet meghatározó szereplőivel. Orosháza városára programunk elkészült, mely igen szertágazó, egy párat megemlítenék közülük. Közbiztonság megerősítése, turizmus fejlesztése, lakhatás és lakáspolitika, ezen belül egy bérlakás program kialakítása, illetve munkahely teremtő beruházások létrehozása és a már meglévő munkahelyek megőrzése. A tavalyi év rámutatott, ez is igen fontos. Ezzel párhuzamban a fiatalok helyben tartása és a már elvándoroltak visszacsábítása. A Mi Hazánk Mozgalom orosházi szervezete mind a 10 választókerületben állít képviselőjelöltet. Jelöltjeink között olyan személyek találhatók, akik tenni szeretnének orosházáért, tetrekészek, illetve nemzeti, jobboldali gondolkodásúak, helyi kötődésűek, és egyet értenek a Mi Hazánk Mozgalom törekvéseivel. És ha megkérdeznék tőlem, vagy tőlünk, hogy miért vágtunk bele ebbe az olykor embert próbáló feladatba, a válaszom az, a tenni akarás felemelő érzése miatt. Megválasztásom esetén az alábbi szellemben dolgozom minden egyes nap, globálisan gondolkodva, lokálisan cselekedve, tisztán, átláthatóan, a minőségi település irányítás szolgálatában. Orosháziakkal, az orosháziakért. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy mindezt elmondhattam önöknek, további szép napot kívánok mindenkinek. Akinek esetleg kérdése van, tegye fel nyugodtan, szívesen megválaszolom. Ha véletlen pont most nem tudom megválaszolni, e-mail címet, telefonszámot cserélünk, és ígérem, megválaszolom. Köszönöm. Kérem, támogasson minket szavazatával a június 9-i választásokon.